Jézus tanításai lényegében a római birodalom részeként uh, indultak meg, és uh, egy ilyen, egy, egy palesztín uh, zsidó környezetben, és nagyon-nagyon uh, rövid ideig tartottak. Tehát ahogy a, az iratokat olvassa az ember, akkor Jézus 26 évesen kezdte el a tanításait, és 33 évesen már meghalt. És... Uh, maga a, a, kereszténységnek azért kellett egy 400 év, hogy így a görög-római kultúrán keresztül ténylegesen elkezdjen terjedni. Mi annak az oka, hogy ezek a tanítások, ezek elkezdtek egyáltalán terjedni? Miért volt ez, tehát, hogy miért volt ez fontos Európának, meg maga a római birodalomnak, hogy ezek a, a tanítások, ezek artikulálva legyenek? Hát, most egyszerűen akarnék válaszolni, azt mondanám, az igazság utat tör magának uh -huh. utóbb szóval, Ez is egy eléggé historikus megközelítés, tehát annak a konkrét okait vizsgálni, az olyan végtelen komplex lenne, hogy amikor fellép egy vallásalapító, sőt egy isteni megnyilatkozás jelenik meg az emberi világban, hogy annak mik az esetleges körülményei, hogy hol és mikor talál követőkre magának, az azt gondolom, hogy inkább szellemtörténeti kérdés. A lényeg inkább itt az, hogy az a közeg, ugye hát a Judea, az valójában a Római Birodalom egy alávetett tartománya volt. Ebben jelenik meg, ugye Jézus, amennyiben ezt történelmileg nézzük. De hát metafizikailag itt azért egészen más síkok is belépnek a történetbe. Nevezetesen, hogy a, itt a, az alászállás és a megtestesülés, megtestesülés, az inkarnáció misztériumáról beszélünk, ami egyik megközelítésben 2000 évvel ezelőtt, ahogy mondod, ott megtörténik, de hát ennek a lényegi, lényegi interpretációja, a lényegi megragadása, az az, hogy ez a születés, ez itt és most történik bennem. Uh -huh. Tehát a tradíciós mítosz az mindig azért érvényes, időtől és tértől függetlenül, mert nem egy történelmi esemény, amíg valamikor befejeződött és kész, és most akkor az vagy tetszik nekünk, vagy nem, vagy elfogadjuk, vagy nem, hanem azért érvényes, azért tradicionális, tehát a hagyomány és az eredettel kapcsolatos mert számomra, egyes szám első személyben, és ezt mindenkinek így kellene megragadni, most is konkrét üzenete és lehetőséget hordozó jellege van. Tehát, hogy most megvilágítsam, hogy miről akarok beszélni. Voltak olyan tanítások, például a templárius szlovagrend, a templomosok, templomos, akik, a, akik a középkor legjobb harcosai voltak, úgy nem egészen mellesleg, óriási tudással is rendelkeztek, hiszen nem csak a lovagi úton, hanem a tudás megszerzésével kapcsolatos úton, tehát úgynevezett gnosztikus úton is jártak, de nem a gnózis értelmében, mint a kereszténység a harmadik században eretnek irányzatnak minősített, bezárva. Tehát, hogy nekik volt egy olyan tanításuk, hogy valójában a kereszten a hamis profétát feszítették meg, Jézus pedig a hetedik mennyországból mosolyogva figyelte az eseményeket. Uh -huh. Most hát ezt elég nehéz a szokványos tanítások keretébe megragadni, de a lényege az az, hogy ha te ott kívül keresed ennek a tanításnak az értelmét, tehát hogy ott egy ember szakállal, a szandában, a korabeli körülmények közepette nagyon bölcs tanításokkal próbált az embereket jó útra téríteni, és ennyi a történet, akkor ez számodra nem sok mindent fog jelenteni. Tehát, hogy ezt úgy kellene megragadni, hogy valójában a megtestesülés titka, a misztériuma, az akkor válik igazán érvényessé, hogyha egyes szem első szemébe magadba, még élesebbre állítva magamban tudom felfedezni ezt. Vagyis, hogy a születés az bennem történik folyamatosan, és a betlehemi jászon az bennem van, bennem vannak azok a szimbólumok, amelyek ott körülveszik, tehát, ugye egy istáló az állatokkal, amelyek az ember sajátos képességeit, kvalitásait mutatják. Tehát, hogy az isteni alapelv, amit Jézus képvisel, az valójában egy olyan, olyan környezetben jelenik meg, amit az ember szokványos állapota és testisége szimbolizál. Ezt jelenti az istáló, és hogy ebben megjelenik az a kisded, amely valójában a metafizikai principiumnak a szimbóluma, és ennek a kiteljesedése, felnövekedése, ugye? amennyibe persze a hérodesi gyermekgyilkosságot túléli, ez is egy nekünk szóló misztérium, hogy mit jelent menekülés Egyiptomba. Tehát, hogyha ez képes az ember önmagába felismerni, akkor tulajdonképpen élesre állítódik ez a tanítás, és nem csak egy történelmi abstrakció lesz, hanem hogy itt valójában nekem, itt és most mit kell tennem ebben a vonatkozásban. Ez az igazán érdekes vetülete, Ezeknek a tanításoknak, ezen belül kifejezetten a keresztény doktrinának, hogy nem csak ő, az a lényeg. Tehát nem csak egyes szám harmadik személy, hogy ő, akármennyire szeretjük, tiszteljük, vagy elutasítjuk és nem fogadjuk el. Itt a lényeg az, hogy az ő. Uh -huh. És hogy ez hogy fordul át abba, hogy valójában ez én számomra aktuális, és nekem mit kell tennem. Hiszen a kereszténység lényege ugye az imitáció Kriszti, Krisztus követése nem csak külső értelemben, tehát nem úgy, hogy a 2000 évvel ezelőtti megnyilvánuló profétát, vallás alapítót, sőt, ugye azt tanítja, tanítja, a keresztény doktrina, hogy Jézus Krisztus teljesen Isten és teljesen ember, tehát Isten fiát követem ott kint, hanem hogy ezt magamban felfedezve, magamban mm -hmm. állítom élesre.